Adventi hangulatban készülnek a diákok, adventi hangulat a virágboltokban, adattörlésben segítenek, a polgármesteri hivatal közleménye. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. december 8-án 18 óra 5 perckor. A Györffy István Katolikus Általános Iskola 4. A osztályában már mindenki nagyon készül az ünnepekre. Pallagi Bernadett tanítónő a gyerekeknek sok-sok ötletet ad arra, hogyan díszítsék fel otthonukat is a szeretet ünnepére. Az adventi időszak a pedagógus számára is nagyon hálás időszak, hiszen minden az elcsendesedésről, a fényekről, az illatokról szól, fogalmazott a tanítónő. Először is igyekszünk olyan környezetet teremteni a gyerekeknek, amiben ők is megérzik a várakozás csodáját. Elkészítjük azokat a dekorációkat és azokat a kellékeket, amik szükségesek, hogy úgy érezzék a gyerekek, hogy a várakozás csodája következik. Mi elsőként az ablak dekorációkat szoktuk elkészíteni, most éppen akkor érkeztetek, amikor ennek az elkészítése zajlik, de természetesen igyekszünk a gyerekek lelkét is felkészíteni erre az időszakra. Továbbra is a tantárgyi órákra is igyekszünk bevonni a különböző adventi jelképeket, és ezzel is egy kicsit a gyerekeket felkészíteni az ünnepre. Nagyon örülünk neki, hogy most itt lehetünk, és jelenléttel végezhetjük ezt a feladatot, hiszen ez a tavalyi évben nem így történt. Úgyhogy ha korlátozva is néha maszkban, de itt vagyunk és együtt várjuk a szeretet ünnepét a gyerekekkel. A gyerekek ebből otthon is többet elkészítenek a szüleiknek, akik az iskolába is rengeteg olyan dolgot küldenek be, amiről azt gondolják, hogy a tanórán kreatívan újrahasznosíthatóak, amit köszön a pedagógus nekik. És szeretnénk is köszönetet mondani a szülőknek, hiszen rengeteg olyan dolgot küldenek be nekünk, amikről azt gondolják, hogy mi tudjuk őket hasznosítani kreatívan, hiszen mi ökoiskola vagyunk, és az újrahasznosítás jegyében végezzük ezeknek a díszeknek a készítését. A minap például az egyik keresztanyuka beküldött egy halom vajkést, ami bambuszból készült, hogy majd mi találjunk ki valami ajándékot, úgyhogy ennek a feldolgozása is megtörténik. A tantermek díszítése mellett a folyosót is a mézes kalács illata fogja belengeni, hiszen közösen sütnek majd mézes kalácsot a gyerekek. Illatgyertyákat szoktunk behozni, itt látjátok is, hogy úgy dolgoznak a gyerekek, karácsonyi zene szól a háttérben, és bízunk benne, hogy most már a folyosót is majd a mézes kalács illata fogja belengeni, hiszen most van erre lehetőség, hogy közösen süssünk mézes kalácsot, illetve a karácsonyi teadélutánok is megrendezésre kerülhetnek, amikor is különböző illatos teákat, gyógyteákat kóstolhatunk a gyerekekkel. Szalai Zsuzsa virágkötővel beszélgettünk advent kapcsán arról, milyenek az idei jellemző színek, milyen dekorációkat keresnek a vásárlók ebben az évben. A divat színek nagyon sokrétűek. Van, ami még kicsit szokatlan a vásárlók számára. Nagyon sok színvilág jött a palettára, ami most egyelőre egy kicsit még szokatlan a vásárló közösség részére, de azért muszáj egy kicsit, mindig egy kicsit megmutatni belőlük, mert a divat színeket ugye mindig a lakásnak a stílusához, színeihez szokták igazítani. Most én azt gondolom, hogy ami már rég megszokott a púdár színek, ezek a nagyon finom kis letisztult, kis kedves fagyi színekre is emlékeztető, de most nagyon, de ugyanúgy jelen van a piros, az a régi hagyományos karácsonyi színek, jelen vannak a kékek, a kék az arannyal, ami még most annyira nem jellemző, de egy kicsit meghökkentő számunkra, de ugyanakkor elegáns. Hozzátársult a fekete arany, ami még egy kicsit a szakmának is idegen, de viszont a szemnek meg kellemes, de muszáj ezeket is ugye megmutatni. Na most, amivel szoktunk találkozni, az egyénre szabott kérések, mert ahol gyerekek vannak, ahol mindig a korosztálynak megfelelő kis adventi készítményeket sokan keresik,
Azt lehet tapasztalni, hogy sokan szeretik otthon elkészíteni maguknak a adventi koszorújukat, főleg a gyerekes anyukáknál. Ez teljesen rendben is van, mert ilyenkor adventra való készületkor ez egy összetartó, család összetartó szerepe van. És ezt muszáj támogatnunk mindenféle kis kiegészítőkkel, ahhoz, hogy tudjanak vásárolni az ők is adventi koszorújuk elkészítéséhez. Sokan vendégfogadásra az ajtó elé is készítenek dekorációt. Ezek nagyobbak, időjárásállók. Vannak a vendégfogadásra alkalmas nagyobb készítmények, ami ugye időtálló, a időjárásra nem befolyásolók, nem száradnak, nem hullajtanak, de ugyanakkor az ajtófogadásba, tehát egy teljesen külső terasz díszítésére alkalmas készítmények. Idén jellemző, hogy a megszokott díszek mellett a koszorúkon, asztaldíszeken kis jelenetek, híd, kiskedves figurák, havastáj, szarvas, házikó, szánkó is megtalálható. Ami most több megrendelés is volt, azok a kis jelenetek, az erdő jelenetek, kis hidak, kis fenyőfa, mindenféle kis kedves figurák, amik ugye az erdőben fellelhetők, és tehát az erdőnek egy jelenetét sokan kérték, hogy jelenítsen meg. Tehát ugye nem az a megszokott adventi stílusra kell gondolni ilyenkor, hanem a havastáj, hamasdomb, sielőbaba a távolból csúszik le a hegyoldalból, a kisházikó fenyőfák közt, tehát ugye nagyon sok érdekes kis kérések vannak, és én igyekszem ezeket megjeleníteni nekik. Keresettek a cserepes virágok is. Fővirág a Mikulás virág, de a karácsonyi kaktusz az amarilliszek is. Fővirágunk nyilván a Mikulás virág, de ehhez hozzátársul a karácsonyi kaktusz, amik ugye most már ugye bimbósak, karácsonyra ugye szépen meg fognak nyílni. Nem utolsó sorban jelen vannak az amarilliszek, amik ugye most a nyílását a termelő úgy igazította, hogy ez karácsonyra szerintem az ünnepi hangulatról szépen ki fog nyílni. A fenyőfára kerülő díszeknél is a díszgyertyától kezdve számtalan a variáció a kiegészítőkben, színekben és formákban. Ma is például volt egy olyan vevő, aki csak a hófehérben. Tehát ő csak a hófehér színeket használta mindenféle kiegészítőben. Itt az értek a szalagukat, nagyon sok szalagukat használnak, kis csillagokat, kis hópelyheket, mindenféle kis kedves angyalkákat, amit ugye ilyen akasztós, amit mindent fel lehet ugye akasztani. Vannak üveggömbök, az üveggömbökbe egyéb dekorációkat lehet beletenni, kis égő sorokat, hogy minél pompásabb, minél hangulatosabb meleg otthon tudjon varázsolni. A decemberi névnaposoknak, az Éváknak, Juditoknak, Gabrielláknak, Viktóriáknak, Anékóknak a vágott virág választék is hatalmas. A tulipán a frézia, és épp úgy megtalálható, mint a rózsa. Most ránk következik a Juditkák, a Gabriellák, most utána ránk következnek az Évák, a Viktóriák, tehát Anikók, tehát vannak éppen az annak ilyenkor tartja. Tehát ilyenkor a szépsége az, hogy jelen van a piacon a tavaszi virág, a tulipán, a frézia és az egyéb minden tavaszi virágok felelhetők ilyenkor. Igen, jellemzőek a vágottak is, de azért többségében a sok cserepes, mert tovább fog díszíteni az asztalon, vagy pedig sokan az adventi és a karácsonyi díszekkel oldják meg az ajándékozásukat. A virágkötő az utolsó pillanatig dolgozik, de az ünnep előtt ő is díszbe öltözteti lakását, a színekkel az asztal terítékhez igazodik, így inkább a fehér, egyszerűbb színeket használja majd, bár neki is tetszik a kék, a fekete az arannyal. A gyermekkel érkező anyukák, de a felnőttek is az üzletben kialakított baldahinos, karácsonyi saroknál szívesen fotózkodnak. Ezzel kis mosolyt, boldogságot ad nekik Szalai Zsuzsa, aki reméli, vásárlói számára is boldog, szeretetteljes lesz az ünnep.
2021. december első napjától a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján teszi elérhetővé a fogyasztók számára az informatikai programot. 2021. december 1-től a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság honlapján teszi elérhetővé a fogyasztók számára azt az informatikai programot, amely segítségével egyes tartós adathordozókról véglegesen törölhetők a személyes adatok. Az adattörlő alkalmazás a kereskedő által biztosított címkén szereplő adattörlő kóddal adathordozó adatainak egyszeri törlésére biztosít lehetőséget. A kereskedő a címkét a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához csatolja és a fogyasztó részére térítésmentesen átadja. Kérjük, éljenek a jogszabály adta lehetőségekkel. Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tévő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020 12. hó 31. kormányrendelet alapján a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az adattörlő alkalmazás használatát térítésmentesen biztosítja a kereskedő által a fogyasztó részére átadott címkén. A kereskedő a címkét a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át. A Karcagi járásban. Karcagi járási hivatal hatósági osztály, 5300 Karcag, Kossuth tér 1 szám, első emelet 9-es iroda. Telefon 59-es körzet 795-141 vagy 59-es körzet 795-153. Az ügyintézők neve Brandstatter Edit, Bihari Angyal Zsuzsanna, hatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselők. Ügyfélfogadási idő hétfőn 7 óra 30 perctől 16 óra 30 percig, kedden nincs ügyfélfogadás, szerdán 8 órától 16 óráig, csütörtökön 13 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 12 óráig. Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a címke átvitelekor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni. A kereskedő kereskedelmi tevékenység végzésére való jogosultságának igazolását, a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okiratot, a jegyzőtől kapott működési engedélyt vagy igazolást. A járási hivatalban címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult vezető vagy annak meghatalmazottja jogosult aláírási címpéldánnyal és vagy általános meghatalmazással. Az átadás átvételi jegyzőkönyv aláírásához bélyegző szükséges. A címkék átvétele érdekében kérjük, hogy haladéktalanul vegyék fel a kapcsolatot a járási hivatal tisztségviselőivel. Vendéglátó egység üzemeltetőinek figyelmébe. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján minden Magyarországon működő vendéglátó üzlet üzemeltetőjének, vagyis annak tulajdonosának vagy bérlőjének regisztrálnia kell vendéglátó üzletét a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba. A regisztráció kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től, az adatszolgáltatás pedig 2022. július 1-től írja elő. Ennek megfelelően az üzemeltetőnek legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig el kell végezni a regisztrációt, amit a www.info.entak.hu/vendéglátás weboldalon tehet meg. Teljes körű tájékoztatás is itt található, és gondoskodni kell arról is, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas vendéglátó szoftverrel is. Amennyiben az ENTAK regisztrációt elvégzi, közvetlenül értesülhet az aktuális hírekről, információkról, az adatszolgáltatással és a szoftverekkel kapcsolatos követelményekről. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 9. hó 29-i kormányrendelet 4. mellékletében meghatározott vendéglátó üzlettípusok azok, ahol a kereskedelemről szóló 2005. évi 164. törvény 2. paragrafus 30. pontja szerinti vendéglátás tevékenységet folytatnak. Az ENTAK-ban vendéglátó üzletet csak a kormányrendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni. A vendéglátó üzlettípus a kormányrendelet 31. paragrafusában foglaltak szerint 2021. március 31-ig kellett bejelenteni Karcagváros önkormányzat jegyzőjének. Amennyiben ezt az üzemeltető még nem tette meg, az haladéktalanul pótolja, áll a karcagi polgármesteri hivatal közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták.
Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!